említetted, hogy ugye vannak, akiknek problémái vannak a mozgás koordinációval, vagy nem megy nekik annyira könnyen ez a gyakorlatsor, még ez a lebutított verzió sem nekik. Mit javasolsz, tudsz nekik külön segíteni? Persze, hát ha mindig azt mondom az edzés elején, megkérdezem, ki az, aki meg van sérülve, ki az, akinek problémái vannak, bármilyen problémája, azok tegyük fel a kezüket, azoknak szoktam elmondani alternatívákat, illetve minden gyakorlatot, a legerősebb, amikor 10-es skálán 10-es gyakorlatunk van, akkor abból mutatok egy olyat, ami 10-es skálán 2-es. És elmondom, hogy a kezdők ennyit csináljanak, és ebből a gyakorlatból. Ennek a haladók ezt a gyakorlatot csinálják, ez ugyanaz, csak egy kicsi gázadással, és a profik pedig mit csináljanak meg, és mennyit várok el tőlük. És ugye ez egy ilyen elég komoly hierarchia, ennek van egy hátránya, hogyha kiemelem, hogy a kezdők mennyit csinálnak, akkor tudja, hogy a kezdő is a profival edz együtt, és azt nézem, hogy meghal. Jó, hát akkor érdemes betartani azt, amit az edző mond, ezt látjuk. És hol lehet téged megtalálni, hol lehet csatlakozni az óráidhoz? Gyakorlatilag csak itt a Budafoki úton a Gold Centerben dolgozom, reggel itt vagyok személyedzésen. Én tartom a személyedzéseket reggel 10:30-tól 11-ig, délután 4 órától este 6-ig, és kedden csütörtökön tartok csak ilyen ironboxot. Ez este 7-től 8-ig van, szombaton pedig reggel 9-től vagyunk. Elég sokan, 100 fölött, de óriási a hely, tehát lehet jönni, bátran nem kell félni. Országos rendezvények is vannak, ahol látunk a nagy színpadokon, ahol több ezres tömeg tombol az edzéseidre. Mi volt egyébként a legutolsó ilyen rendezvény, és melyik volt, amelyiket a legjobban élvezted? Hát a legutolsó az a Fit Arena volt, ez egy sorozat, ezt a BSI csinálja. A Budapest sportcsarnokban 4000 embernek tartottam edzést, utána a kisteremben 170-nek, annyian fértünk be, egy tűt nem lehetett lerakni, és azt hiszem, hogy a Budapest sportcsarnoki fellépés volt a legjobb. Egyrészt, mert mindig fölkészülök rá. Tehát én egy kongresszusra vagy egy rendezvényre nem megyek úgy oda, hogy itt vagyok, Tatarek Rezső, és nézzetek rám. Komoly programmal készülök, komoly zenével, komoly gyakorlatsorral, mindent kipróbálok előtte. Tehát fix 3-4 programmal megyek, hogy az aktuális közönség éppen mit fog tudni megcsinálni. Előbb megyek ki 6 órával, és ott eldöntöm, hogy igen, ez tetszik, vagy nem tetszik neki. Most lesz megint egy nagyon komoly, a Budapest sportcsarnokban lesz egy Fit Balance. És ez is egy Budapest sportcsarnok, itt is szerintem 2-3 ezer ember biztosat fog tombolni velem. Kész van már a program, kész van a zene, én nem vagyok kész, mert még diétázom. És volt egy komoly betegségem, egy ilyen vírusos betegségem sajnos, és 14 napig nem tudtam edzeni egyáltalán, úgyhogy most kezdtem a felkészülést, fizikálisan nem érzem jól magam, de mire oda kerülök, addigra megcsináljuk. Hetente 3-szor futok, illetve kardio tréninget végzek, heti 3-szor edzek crossfit jellegű edzéseket és funkcionális tréninget, és heti 2-szer csinálom meg az ironboxot, tehát igazából van olyan edzés, amikor napi 2, van, amikor napi 3, és ugye ehhez elengedhetetlen, hogy normális táplálékokat egyek, és az én koromban már szükségem van táplálékkiegészítőkre, glutamin, vitamin, energia szint, roboráló szelek, tiszta fehérje, energiaitalok, szénhidrát, ezek mind jönnek, tehát muszáj. És ugye van egy szponzorod, aki mindezt állja? Hát abban jöttek, USA.